Szevaszok, ebben a videóban megmutatom azt a gépet, amit az élőadásban raktunk össze nem olyan régen, ha nem láttad volna, akkor ide kattintva megteheted, de nézzük, hogy néz ki a gép. Aki látta az élőadást, azt tudja, hogy nem én építettem össze a számítógépet, hanem olyanra bíztuk, aki ilyet még soha nem csinált, mert hogy az alkatrészeket választottunk a gépbe, amiknek a leírásában benne van, hogy ezt olyanok is össze tudják rakni, akik egyébként nem túl rutinosak, igazából kezdő számítógép összerakók is össze tudják rakni, mert hogy a leírások, a használati útmutatók, a jelölések ezt nagyon-nagyon segítik, úgyhogy ki is derült, hogy egyébként ez igaz, mert hogy elkészült a gép, ahogy láttátok, úgyhogy nézzük is, hogy mit tartalmaz, és hogy milyen a teljesítménye processzornak a Ryzen 7 3700X processzorát választottuk, 8 Mag 16 szállon dolgozni képes processzor, ehhez aztán az Asus TUF Gaming B550 Plus-os lapját választottuk, ami mindennel föl van szerelve, ami nekünk kell. Nézzük is körbe picit az alaplapot, elő-hátul. Ha ránézel, akkor már látszik egyébként, hogy ez nem a legolcsóbb kategória. Elég jó felszerelt lap, látszik már a VRM hűtésről, hogy világít maga az alaplap, és rengeteg csatlakozási lehetőségünk van, négy memória foglatunk van, tényleg a leggyorsabb memóriákat is támogatja, illetve föl van szerelve mindenféle ilyen, hát hogy mondjam, következő új generációs csatlakozási lehetőségekkel, például van USB Type-C csatlakozó hátul, USB 3.2-es csatlakozók vannak, tehát minden jóval fel van szerelve, ami kell nekünk, és 8 plusz 2 táfázisunk is van, tehát minden egyes alkatrészünket bőven jól el tudja látni árammal, nem mellesleg jól is néz ki, ahogy nézitek, illetve van külön csatlakozója a vízhűtés pumpájának, és számtalan, számtalan lehetőség van, hogy ventilátorokat csatlakoztass az alaplapra, valamint van azusz Aura Sync-es csatlakozó is a fantasztikus fényekhez, úgyhogy nekem teljesen bejön ez az alaplap, nagyon-nagyon jól néz ki, Jók a fények rajta, és tényleg egy jó minőségű alaplap, megerősített PC Express buszokkal, könnyű volt szerelni, PCI Express 40 as ready, illetve ugye az AMD Ryzen 5000-es processzorokkal is kompatibilis, tehát arra is föl van készítve. Megvett az alaplap és a processzor, és azt gondoltam, hogy tegyünk már egy ilyen manapság népszerűbb folyadékhűtést az Asus TUF Gaming LC240 RGB-t választottam, mert hogy nagyon könnyű a beszerelése, ide is teszem, nagyon könnyű a beszerelése, nagyon hatékony, ugye egy radiátor ebbe a házba fölülre fért, két ventilátor van rajta, amik szintén RGB-sek, illetve maga a hűtő, processzor hűtő része is egy RGB világítása van ellátva, de nem ez a lényeg, ez másodlagos, hogy tök jól néz ki, hanem az, hogy nagyon-nagyon effektív, nagyon-nagyon hatékony egy ilyen hűtés, és a beszerelése szinte azt kell, hogy mondjam, hogy egy léghűtésesnél sokkal, de sokkal egyszerűbb. Ezt a hűtőt szinte mindenhová föl lehet szerelni, Intel AMD oldalon, mindenre megvan a keret, és a nagyon jó és nagyon egyszerű leírása van. Annyira egyszerű a leírása, hogy engem be is csapott, hogy ennyire egyszerű azért nem lehet de az élőadásban meglátjátok, hogy egyébként hogy került föl. Ugye RGB és Azus Aura szinkes, tehát össze csatlakoztatni az összes Asus Aura szinkes eszközöddel, jó fényeket ad, és nagyon jól lehűti a processzort. Miután bekerült az alaplap a gépbe, akkor már rajta volt a 16 giga DDR4, 3000 MHz-es memóriákat kapott, illetve az egyterás SSD, mert hogy azt kapott, egy egyterabájtos SSD van benne és ugye az SSD foglalatok azok hűtöttek, tehát van rajtuk egy hűtőbord, azt le lehet csavarni mind a kettőn, úgyhogy ez is egy nagyon jó pluszpont. És ami még ebben nekem nagyon tetszik, hogy nincsenek SATA kábelek, mert csak egy SSD, és hogyha kevés lenne a hely, akkor teszel bele még egy SSD-t. Miután bekerültek az alaplapra a dolgok, bekerült a hűtés, és bekerült az alaplap, a táp hiányzott, meg a videókártya, és akkor már majdnem kész volt a gép. Tápnak mivel a videókártya az egy 6800 XT lesz, ezért annak ajánlott a 750 wattos táp, úgyhogy a Tuf Gamingnek is van 750 wattos tápja, bronz minősítéssel bír, elég combos a, a táp, 6 év garancia van rá, és mindenféle ipari védelemmel el van látva, és amit még tudni kell a TUF alkatrészekről, ezt így összességében mondom, mert az alaplapnál elfelejtettem mondani, hogy military grade, tehát katonai szabványoknak megfelelő alkatrészekkel dolgoznak, úgyhogy rettentően strapabíróak és ellenállóak, és speciálisan ki van képezve mindenkinek a hűtője, tehát háborús körülmények közt is helytállnak nyilvánvalóan, Úgyhogy 750 wattos tápunk van, egy hibája van, nem moduláris tehát még csak félig sem moduláris, nem moduláris, viszont a házba belefért a, a kábel köteg, úgyhogy nem volt probléma. Nézzük a videókártyát, azt mondtam, hogy ugye az TUF Gaming AMD Radeon RX 6800 XT-t választottuk, 16 giga GDDR6-os memóriája van, tehát ezzel már rá lehet próbálni a 4K-s dolgokra az egyik legtöbb memóriával szerelt videokártya szerintem most a piacon, meg hát így is van. Ugye ez egy overclocked OC edition, tehát még van a gyári értékeken egy picit emelve. Az úszóra szinkes három ventilátorral szere szerelt modell, tehát a hűtés az extra hatékony, és ezt tényleg a tesztek is bizonyítják, hogy 60-65 fok körül megállt a hűtés. Ugye van egy megnövekedett hűtőborda, és ez a három speciálisan kiképzett ventilátor, amiből kettő egy irányba kering, a középső pedig pontosan az ellentétes irányba forog. Ezáltal olyan airflow-t, légáramlást képeznek, ami sokkal jobban és hatékonyabban hűti a videókártyát, képzeljétek el. A robosztus nagy kártya, orbitálisan nagy. Gondoltam, hogy nem, fér, nem fog beleférni a házba. Tehát amikor én megláttam, akkor hát mondom, srácok, az van, hogy nem fog beleférni, de belefért a házba, úgyhogy 750 wattos tápot ajánlanak neki, és hát oda van írva, hogy azért legalább 8 giga DDR4 legyen már a gépben, hogyha beteszem el egy ilyen kártyát, hát nyilván, aki egy ilyen kártyát vesz, annak szerintem már van, tehát nehogy már egy videokártyán több memória legyen, mint a gépedben. a hardveres ray tracing van, DisplayPort, van HDMI 2.1-esünk, és ugye négy csatlakozási lehetőségünk van, három DisplayPort és egy HDMI portunk van. Egyébként elég combos a kártya teljesítménye, és nagyon sok mindent be lehet állítani a, Radeon szoftverébe, Hú, nagyon sok mindent testre lehet szabni, úgyhogy szerintem lesz külön majd a videokártyáról egy videó, ami a hardveres képességeiről, illetve ugye még egy ilyen mélyebb benchmarkról fog szólni. Na mindent beletettünk a házba, és a házról meg még nem is beszéltem, ugye a TUF Gaming GT301-es házat választottam, nekem nagyon tetszik ez a ház, az elején ezzel a tépőzáras szalaggal, a kiképzésével, az edzett üveg oldalapjával, és a három előre beépített RGB-s ventilátorral. Nekem nagyon bejön ez a design. Mondjuk nem egy túl nagy ház, de minden belefér, hiszen hátul nagyon megengedően ki lehet belezni, tehát a HDD rekeszeket, azokat ki lehet csavarni alulról, kicsavarozott, kiveszed, és akkor tök nagy hely van hátul. Illetve ugye a háznak a fényeit tudod választani, elől van, első kivezetése usb és meg a fülhallgató, hát a szokásos, a szokásos dolgok megvannak. Elől is, viszont nagyon mutatós, tehát ahogy látod a felvételeket, rettentő mutatós, és, és és befért ez a nagy videokártya is. Jó, eltakarja a tápot, tehát így ápol eltakar és jól néz ki az egész gép, tehát összességében azt kell mondjam, hogy egy, egy baromi jó gépet építettünk, nagyon szép esztétikus, tehát villog, mint az állat, de, tényleg, tehát világít mindenhol, de, de nagyon igényesen teszi mindezt, és akinek így mutogattam, az teljesen, teljesen el volt ájúva tőle, hogy nagyon szép, és hogy ilyen kis méretben, ilyen nagy teljesítmény bele lehet pakolni. Én kivettem egy ventilátort alulról, mert hogy szerintem így kényelmesebben elfértek benne a kábelek, de kettő ventilátor van elő, Hátul pedig egy ventilátor van, a hűtőradiátor került, került fölülre, azon is van két ventilátor, a vízhűtés pumpája az, az a pumpáról megy, és akkor BIOS-ba lehet állítgatni mindenfélét, meg ugye látod, tudod monitorozni is, mert hogy vannak olyan alaplapok, ahol nincsen. Ugye a múltkori gépben, amit építettem, abban nem volt ott, ugye a, a processzor hűtő ventilátorára raktam a pumpát, itt legalább van, és akkor tudod monitorozni azt is, úgyhogy mindent látsz. De hát a, a képek, meg a felvételek magukért beszélnek, fantasztikusan néz ki a gép. És akkor tettünk ugye ilyen világítós kábeleket is bele, a teljesség kedvéért. Ezek is jól néznek ki, ezeket is össze lehet, össze lehet, össze lehet ö, párosítgatni. Ami egyébként nehézséget okozott, mert hogy ugye Janka összerakta a gépet, de arra már nem volt ideje, hogy bekábelezze, pedig az még azért egy, egy gyönyörű történet, amikor ilyen sok rgb és cuccot csinálsz, akkor, akkor azért ott hátul lehetnek problémák, ugye a sok, sok ventilátor miatt. Viszont tök egyszerű volt, jó ki van képezve, jó ki van találva, és el lehet vezetni a kábeleket, rengeteg sok pont van, ahova föl lehet kötözni. Úgyhogy én meg vagyok teljesen elégedve a géppel a teljesítményével, és ha tetszett a videó, durrancs egy lájkot, ha szeretnél még ilyeneket látni, akkor nyugodtan írd meg kommentbe, Legközelebb találkozunk, szebasztok. Hűen a játék 4K-ba. 4 4K nézzük a játékokat, Warzone-nal minden maximumban